1978-ban építették, és legutóbb 1998-ban bővítették az Arév sportcsarnokot, amelyet ma már Vodafone sportcentrumnak hívnak, és amely a társadalmi adó kedvezményből sportinfrastruktúra fejlesztésre fordítható összegeknek, valamint városi támogatásnak köszönhetően mintegy 700 millió forintból most tovább bővülhet. Úgy alakítható át, hogy még több rendezvényre és még színvonalasabb, kulturáltabb kiszolgálást fog tudni biztosítani. Legyen a sportrendezvény, legyen az egy bajnoki döntő, vagy legyen az adott esetben egy kulturális rendezvény. A város szívébe van, belvárosába van. Én azt hiszem, hogy minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy egy ilyen rendezvénycsarnokká legyen fejleszthető. Ezt most nettó 700 millió forintos beruházással fogjuk megtenni. A bővített csarnok a kosárlabda csapatnak és az utánpótlásnak is otthona, ilyen szempontból a fehérvári kötődést is erősítheti azokban a gyerekekben, akik kulturált körülmények között végezhetik majd a napi sportolást. Önmagában húzó erő lehet már a gyerekeknek is, hogy elkezdenek kosárlabdázni, vagy ezt a sportágat válasszák, hiszen végre minden olyan dolgot, amit ugye eltervezünk, vagy elgondolunk, ezt ilyen szempontból majd, hogyha állnak majd a falak, akkor meg lehet csinálni, kicsit ismerjék meg a várost, ismerjék meg a klub történetét, ezeket majd mind szépen helyére tud kerülni, és ez jó példával szolgált, amiből lehet majd később beépítkezni. A közbeszerzési eljárások lezárulása után júniusban kezdődhet a csarnok átépítése, és decemberben adhatják át a kibővített Vodafone sportcentrumot.